következő nagy díj egyébként Kanadában lesz. Egész pontosan Montrealban. 4 nap múlva következik a nagy díj. Na most fejlesztés lesz erre a hétvégére, és hát sajnos nem lesz, annyi baj legyen. Viszont nekünk el kell indítanunk egy-két első szárny gyártást. Aha, a következő hétvégére egy érkezni fog, tehát egy tartalékunk ismét lesz majd. Tehát ebből kelleni fog nekünk, hát egy ennyi. Kettő, várjál csak, így lesz egy tartalék, kettő tartalék elég, ugye? Ajajaj, elég. Igazából három kellene mindkét pilótának, de Sporolunk. És sporolunk. Hát a normál elég, persze. És emiatt nem fogunk fizetni baszki. 20-ba 100 ezeret. Nincs az Isten. Így. A padlólemez, új padlólemez 27 nap múlva fog majd elkészülni. Rajta vagyunk az ügyön. Na nézzük, hogy a következő verseny hétvégére. Ó, hogy itt meg közepesebb esélyük anyarok vannak. Ajajajajajaj. Uhú, na ez még rosszabb pálya lesz. Gyerekek, na itt vissza fogunk esni szerintem. Hát az átlagtól nagyon el vagyunk maradva. Így néz ki egy Ferrari. Hát ahhoz képest annyira nincsenek előttünk. Megnézzünk egy házt mondjuk, vagy kivel szoktunk versenyezni most így nagyon. Alfa Romeo. Igen. Mercedes. Jajajajajajaj. Ez jója lesz, ez fájni fog sajnos. Na hát itt most tényleg, ez nem a mi pályánk lesz, én úgy gondolom, de ettől függetlenül a célkitűzéseink nem fognak változni erre a hétvégére, én úgy gondolom. Mi? Eső lesz. Óriási eső. A versenyen. Heavy rain. Péntek, szombat napos, versenyesős. Az nagyon jó. Remélhetőleg nem esővel rajtolunk el, de majd valamikor érkezik. Q3-at be lehet pipálni, Q2-t. Ja, hogy így ennyi? Azt hittem, hogy meg lehet határozni, hogy hol végzünk pontosan. Egy gyorsabb kör a verseny biztos, hogy nem lesz meg. Nagyon utri legalábbis. Ez meg igazából maradhat. Ez így jó. Ez így rendben van. Most ezen a pályán egyébként a várható stratégia... Aha. Itt már van két kiállásos, amit a Pirelli jósol. És hát ezek a jóslatok nem szoktak annyira mellé menni. Leginkább majd a közepes gumit kell alkalmazni szerintem. Formula 1 is back in Montreal. Let's hope it's not going to be Groundhog Day. The local roads have disrupted more than one race day here in the park. Hát esni fog. Igen, de hogyha kell esetleg valami gumi. Jó, ha nagyon rövid etapra kell, akkor persze azért más helyzet.
Gilles Villeneuve is a quick free-flowing circuit in parts with a stop-start aspect thrown in for good measure around the chicanes and hairpin bends. Medium-speed downforce will play a large part in avoiding the wall of champions and ensuring success at this iconic track. The season is about halfway through, and it makes me wonder what else is in store for the team. Mire gondoltál, Superboy? Picit lemaradtam. Én hibám. Gyönyörű. Szimpatikus nekem ez a verseny hétvég azért. Na, legalább az autó tanulmányozásával most nem kell fáradozni egyik pilótának se nagyon. Na fiúk! Hajrá! Radio check. Mi a botond? Yeah, loud and clear. Okay, it's green now. Na kérem szépen. Igazából szerintem első körbe kiküldjük a versenyzőket, és ez idő alatt kitaláljuk, hogy legyen. Milyen információ kell? Ugye az előző verseny hétvégén azon gondolkodtunk, hogy... Ugye az időmérőn majd egy picikét taktikusabban fogunk menni. Tehát, hogy egy kör alatt, hát a gyors körünk alatt majd főleg kapcsolgatjuk a pilótának a vezetési stílusát. Ez elmaradt. Most viszont én úgy gondolom, hogy a szabad edzésen kéne megnézni. Megpróbálunk majd különböző gumikkal futni tesztköröket. Majd így, nem tudom. Valahogy inkább itt a kettesbe szabad edzésen kéne ezzel foglalkozni. Addigra már úgy nagyjából jó lesz a beállítás. Vagy lehet, hogy inkább majd a harmadik szabad edzésen? Annyiban mondjuk óriási tibáztam, hogy ugye az alkatrészeket nem cseréltem ki, baszki. Ja, nem cseréltem ki őket. Úgyhogy majd a kettese és a hármasra kicseréljük a motort. Mindent. Hogy ne kopjon fölöslegesen, mert jelenleg az RS 41%-on van, és ki tudja, hogy mikortól lesz majd ez rossz. Mert ahogy belép az adott alkatrész a sárga tartományba, teljesítményromlással jár. Ami azért hát eléggé rossz. Az, hogy kerüli a rázóköveket, az erőforrásnak az élettartamát is. Élettartamán is javít. Komolyan. Baszki. So Sebastian, we are all okay on fuel, so you can do what you want for speed. Copy. Hát akkor ezeket be kell kapcsolni. Ennek konstans működnie kell. Öregem! Eső! Hogy az mennyire adhat előnyt? Hát, figyelj! Igazából... Azért adhat előnyt, tehát nem konkrétan maga az eső, hogy jobban fogunk ott teljesíteni, gyorsabbak ott a pilótáink, hanem amiatt, mert... Mert ha taktikázni kell, akkor általában előnybe szoktunk lenni. Igazából ennyi az oka.
az, hogy milyen időket futunk a szabad edzés, az barhára mindegy, mindegy. Tényleg barhára. Jó, koncentráljunk akkor most a beállításokra. Pályakamaszkodás, autóbeállítás és a többi. És akkor 2-3 szabad edzése majd elkezdünk ezzel foglalkozni, ha marad idő. Lesz hozzá kedvünk, persze. Bár igazából ez nem kedv kérdése. A helyzet. Elég jó a tempó. Egyébként elég jó. Bár nyilván hozzá kell tenni nagyon gyorsan, hogy 16-1-et második körülbelül futottuk meg, és onnantól kezdve ugye visszafogjuk már a pilótákat, mert marhára mindegy, hogy milyen teljesítmény nyújtanak itt. Baleset van. Történt. Több autó ütközött. Mi? Copy. Okay. Mi a jó Isten történt, bazd meg? Vissza se tudjuk nézni! Ez mi? Hát de hello! Rommá törte az autót Nándi! Valami gumi probléma volt, azzal kezdődött. Ott volt egy defekt szerintem. Cunodával volt valami? Megy már! Én nem hiszem, hogy bág, csak amit azzal bág itt inkább, hogy ezt nem tudjuk visszanézni. Francba bele. Ki volt írva, hogy replay? És akkor miért nem mentem rá? Volt lehetőség a visszajátszásra? A virtual setting will be ending. Hát igen, hogyha arról lemaradok, akkor kuka van. De hogy nem vettem észre, hiszen figyeltem. Any thoughts on set of options? Mindegy akkor. Yeah, it doesn't react. Húha. Copy. Húha. Jónak néz ki. Akkor bocsánat egyébként, hát... Elnéztem. Picikét jobban fölhívhattál figyelmet ilyenkor talán, vagy... Jó, nyilván most ez ilyenkor fájó, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. Meg valaki más tér össze, akkor majd őszintén ott van az a visszajátszás, jó van, néha megnézzük, de amúgy annyira nem nem probléma, hogyha nem, ha lemaradunk róla, ilyenkor meg azért rossz. Na hát ez azért rossz most, mert Alonso autóbeállítása, pályaalkalmazkodása, tartalékszárny. Kuka. De van tartalék. Egy ugye volt. Már lehet, hogy az első szárnya nem sérült. Azt mondjuk jó lenne. Hátsó szárny az mindegy. Itt leginkább az autóbeállítása fájó. És ennyi. Igazából. Ezt a hülye kemény gumit kár, hogy nem lehet tovább vinni a 2-es szabad edzése. Ezzel olyan jól lehet tesztelni. Teljesen rendben van. Jön vissza, oké. Okay. Na?
Még menjél ki egy kicsikét szerintem. Nagyon hamar megtaláltuk az optimális beállítás Vettellen. Oké, jövetsz is. What's ennyi volt. Thought, Sebastian, on coming in well or done. Doing any more. Car was great. Na. Copy that, understood. Netszetős. Zámár a Verda. Hát, nézzük meg ezt így. Bakuban ötödikek is 9. helyen végeztünk. Ez egy elég sikeres hétvége volt. És óriási csata volt egyébként az utolsó 15-6 körben. Russell is összetörte. Hoppá! George Russell. Végtáv. Crash. Hát ez egy amatőr hiba volt. Ez crash. Hát végül is az, de... And that's the lockup. Az igen, tér. Jó ég. Ez nagyon nagy eredmény. Grat. Mi a medretti? Első szedon, persze. Szia, Márkó. Csárga. Mi történt, gyerekek? Lehet tudni? Jó. Nem érdemli meg ez jó. Nagyon nem. Ajaj, szegény. Mik ezek a balesetek, baszki? Ajaj, csak az elsőt hagynadíra jutott idő? Vagy mi? Hát... Könyörgöm. Olyan balesetek vannak olykor, hogy... Hát... Érdekes. Nem? Úgy voltak a fejlesztők, hát csak az első tanjó legyen normális animáció. Utána már mindegy a játékosoknak. Hát köszönjük. Egy élmény, az biztos. Okay, and all the way to zero, all the way to zero. Nincs ilyen, Martin, hogy hány szezonig tervezem. Nagyon nincs. Igen, egyébként nem sokat veszek el az élményből ezek a jelenetek. Curodát egyébként megbüntették, tehát akkor valószínű, hogy ő volt a hibás. Sem Alonso. Hullahopp karika. Halleluja, halleluja. Na tehát akkor azt mondja, hogy megyünk tovább. Na, Alonso-nak. A váltó öregem olyat kapott. Hú, hát ez teljesen kuka. De mindegy, maradjon akkor. Ez meg az első erresünk. Viszont a többit ki kéne cserélni, tehát a motor az viszont ő. Úgy. Jó, hogy a legrosszabb állapotú alkatrészeket teszteljünk, mert mindegy amúgy. Hát eléggé vakon vagyunk még, ojjjjj.
ez egy kicsikét ilyen hasraütős. Gumi, és még így is elvették a kemény gumit, hogy nem tudtunk tesztelni, hát köszönjük. Hát Istenem, de jó fejek vagytok. Elvileg a hátsó szárnyunk az megsemmisült. Ó! És akkor egy első szárnyunk is kuka lett, ugye? Hátsó, igen. Ja, Fight Pod. Az egy szinte közel totál káros autó lett Alonsoé. Sőt! Aha! Haha, bizony, hogy az. Még az RS is én kikapcsolom, hellóka. Brutál nagy spórolások lesznek innentől kezdve, mind a két autónál. Fettelén is persze kicserélünk mindent. Motorból visszalakjuk őt. RS-ből ez maradhat, Pártóból visszatesszük őt, rosszabb. És igazából mehetünk is. Jó. Bár amúgy lehet azt az RS-t nem kéne ennyire erőltetnünk. Már lehet egy kicsikét túlzás. It's green now. Az király, Kevin. Kösz az infót. Köszi. Szia, Barni. Hát nézd, nem tudom. Nem hiszem. Muszáj lenne nagyon? Mégis el lehet intézni, de ájjaj. Elég szenvedős lenne. Na. Gyerünk. Halmozzuk a kilométereket. Hú, az a pályalkalmazkodás. Most Alonsonál hosszú idő után nála most nagyon rossz lesz. Rosszabb lesz, mint Vettelnél. Hát, hogyha füstölsz, az még semmit nem jelent, így van. Hát ez nem Alonso múlik, a balesetezés. Soha nem rajta múlik egyébként, soha. Soha, de soha. Milyen röhelyesen lassúak vagyunk, gyerekek! Hát mondjuk azért elrakhattak volna valami nehezítést, hogy ha mit tudom én, nagyon lassú vagy szabad edzéseken, akkor lassabban tanulod a pályát, nem? Hát jelenleg ilyen nincs. Ó, baleset. Ajajaj. Virtuális safety card. Okon! Gyönyörű! Nagyon jó. Rivális. Looks like Ocon. Na? Végtávon. Azt a mindenit! Az egy... Az egy nagyon csúnya értékezés volt. And that was a bitter blow for the team. And it may have really hurt their overall chances. Ajajajajaj. Kellemetlen. Lehet, hogy az RS miatt nem tudja megcsinálni a szabad edzést. Kicsoda? Micsoda? Nagyon minimálisan kopik ilyenkor a autó alkatrész. Írja ez, simán. What's your thoughts on coming in or doing any more? Well done. Car was great. Copy. Jó, az autó azt mondja. 95%-os lett a beállítás.
Hát nem vagyok meglepve. Hogy azt mondja, hogy az autó jó. Ha. Az igen. Veszi, megnézzük. Hú, Nándi. Apukám, nagyon lassú vagy. Rossz ezt látni. Ez rendesen így... Olyan, mintha... Megáre Honda karrier lenne folytatva. Hú. Borzasztó ezt látni. Borzasztó. Hogy még mindig nem tudjuk teljesen. Lehet, hogy ellenkező irányba kéne indulni. Lehet. Várjál már, valamivel gond van. Mi ez? Rossz a váltó, vagy mi? Ne! Ne! 38 percet vesz igénybe a rohadt csere! Hú! Hát ez nagyon nem Alonso hétvégéje. Úristen, mint a való életben. Tisztára. Ki a fene gondolta... Ki a fene gondolta volna, hogy 14%-on elromlik a váltó? Miért romlik el? Miért nem lehet... Vagy mit... Tehát biztos, hogy elromlott? Nem lehet, hogy csak azért, mert belépett egy olyan tartományba, ami után már nem lehet előre nyomulni? Hanem... Be lesz, de nehéz megemészteni. Mert nem szól senki semmit, hogy mit tudom én, nem tud fölváltani, vagy bármi. Semmi nem volt. Özgep. Hát hiába, tehát hiába, nem lesz fontos ez, hogy nem, semmiben nem leszünk előrébb, hogyha Vettelre összpontosítunk, mert mindig összpontosítunk rá, de nem elég. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Szép napot, Bala. Téged is beszippantott a játék. Márgi. Be. Igen. Szervusz, Franky. Köszönöm neked az 5. hónapot. Hát igen. Csak a szokásos. Neked hogy tetszik eddig? There's been a crash. Sounds like a single car. Mi az, Utti? Na, hát ez jó hangzik egyébként, amit írtál, László. Ja, egyből új szerelő brigát kell. Persze. Annyira nem volt vészes, Bence.
Hát úgy az idegrendszerem az nagyon fáradt volt. Hát hogy nagyon könnyedén mérgelődtem volna, ha lett volna mi. Car in the wall. Copy. Addig jó, még nem fettem volna a falba. We've had a crash. Magnussen. Let's take a look. Összetőte. Now just focus on the Haas. Megy az Alfa Tauri mögött, és ugyanúgy, ahogy Joe, azt hiszem. Hát igen, ez egy elég fura baleset volt szintén. Ja, hát ismerős Franky. Igen, amúgy. Verstappen! Összetörte ő is. Mi a fene? Ugyanúgy, szégyenes vége! Ajajajajajajajajaj! Azta! Ki volt ez az... Ki csinálta ezt az animációt? De hülye volt. Az igen. Nem tudom, vakogra csinálta? Hát még hogyha egy Latifi csinál ilyet, akkor arra azt mondom, hogy ok! De hát egy Verstappen azért csak tudja, hogy kell összetörni, nem? A rutinból. Alonso autója lassan elkészül. Igen, ott valami mágnes van. Most már nem küldjük ki Csórit. Ja, várt, az eléggé rottyos. Hát igen, igen. Hú, baszki. Nem, kicsit. Na, jó van, okés. Úgy van. Teljesen szerethető ez a játék. Pontosan. 14-1. Ők eredig nagyon tolja. Na! Alonso visszatér. Villámgyorsan. Villámgyorsan össze kell rakni ott egy jó autóbeállítást. Which sees the end of practice and the start of qualifying. Yesterday's action gave us a fantastic taste of what is to come and the anticipation within the paddock continues to grow. Qualifying promises to be as unrelenting as ever. Only the best, the most consistent drivers Jézus, can Bence, progress from one period to the next and stand a chance of earning a place at the front of the grid. There's not much left to say. Alonso mérnöke mondta, hogy good session. Tényleg? Hallottam, csak így nem figyeltem, hogy ki mondja. Jó. Szép. Ez egy igazi káosz hétvége, ugye? Eddig. Ajaj. Mi? Randy? Most ez... Bazd meg. Igen, váltócsere, bár az ilyen ezek szerint. Visszaraktuk ezt a jobb állapotú váltót, és tönkrement. Ilyen bár a játékban ezek szerint. Hát eddig is tudtuk, csak nem tudta, hogy ez pontos, ahogy néz ki. Ezért kell szabad edzések között cserélni alkatrészt, és nem szabad edzésen. Tehát muszáj volt, azt hiszem, vagy nem volt muszáj? Nem is tudom már pontosan. Na mindegy. Az autóbeállításon sok mindent nem tudunk. Gumi. Közepes. 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 És közepes. Oké, mehettek. Hajrá, hajrá. És most először Alonsót küldjük. Heavy rain, úgy van.
Megint virtuális safety car. Okon. Sebastian, any thoughts on set of options? Car was great. Copy that. Nézzük Vettelt. Ilyen lett a beállítás. Alonso, te meg mennyi nyomulja apukám, mert... Az első sor. Jó ez így? De jó, mert balra elindultunk és arra nem volt jó, ezért jobbra indultunk. Ja, persze, ezt még én állítottam be. És balra elindultunk. Jó. Balra elmentünk, nem volt jó. Jobbra elléptünk, jó lett. Vagy nem lett jó? De, ez így lesz jó. Ja, jó, oké. Terv pedig az, hogy 5 kör megtankolunk. Akkor megnézzük azt, hogy... hogy hogyan viselkedik alatta az autó, tempósan. Jaj. Judonut. Szervusz, ne arra úgy. Nem. A sisak az cserélődik. Tehát Alonsónak a festése jelenleg egy zöld sisak. Úgyhogy cserélődik, tehát ez tök királyú néz ki. Hát lehet azt mondani, hogy odafigyeltek erre, igen. Megint virtuális safety car. Hát ezt nem hiszem el, tehát ez a nagy díj, baszki. Mi ez? Szia Karcsi. Szervusz Roli. Magnussen összetörte, egészségére váljék. Na hol van? Arján. Vettel 19. Megvárjuk, mi visszajön a safety car. Ez a terv. Ha, lehet készülni. Na! Oké. Okay. VSC ending. Happy to push. Yeah. We just need to push now. Copy.
Na nézzük Vetteltől ezt a kört. Hogyan beleszik a gumi? Copy. Szerintem a közepes gumik is csibátul melegszenek, hogyha úgy van. Ha rajta vagyunk. Alonso meg csak gyakoroljon nyugodtan. Csupán az első szektorban van túlmelegedés, meg most itt a végén, a kigyorsításon. Ja, egyenesben meg lehűl, egyértelmű. Na, hát igazából technikás részekre kellene valahogy finomabban begurulni, talán. Folyamatosan föl lekapcsolgatni, mint egy idióta. Hát nem tudom. Ez már ilyen túl durva lenne szerintem. Back up. Copy. Vissza is jön? Ó, oké. Kiváló. De miért jön vissza? Van valami sárga zászló. Albon. Megint. Én úgy tudom, hogy igen, Flappy. Igen. F1-22, hát azt hagyjuk. Semmi közel nincs a valósághoz. Nem véletlenül mondom én mindig. Annyiban van köze, hogy ugyanúgy Forma 1-es autók vannak ott. Hogy ne. Hát tudom, nagyon jól sokan azt gondolják, hogy van közel valósághoz, nincs. Ez valóságosabb, igen. Realisztikusabb, igen, igen. Hogy egyértelműen. Hát inkább ez, tehát azért mondtam, hogy tegnap, hogy kicsit elszóltam magam. Mondtam, hogy végre Forma 1-es játéka játszhatunk. Nem akartam ilyen durván fogalmazni azért. Copy. Pit entry. Végülis ez az igazság, hát most. Copy. Ettől függetlenül játszunk azzal is, csak... Tata. Nem néz ki jól, halljuk be. Öreg, ez... Mennyi még egyet? Kíváncsi vagyok én arra. Azt a mocskos istálóját bele. A beállítás azt tudja, hogy jobb lesz. Nem létezik, hogy nem. Na. Haladunk ezen a gumin. 5 kör, kiváló, mehetsz is apukám. Mi? Vettel az első? Baszki. 13-9. 13-9. Mehetsz. Na most úgy megyünk majd, hogy az első szektorban agresszívan megyünk. Ajjaj. Jaj. Ne! Ja jó. Oké. Ajajaj. Kell a pecs, kell a pecs. Oké, kapi. Landit meg se nézzük. Azerbajdzsánban itt tölt össze magát Vettel például. De hogy így rombá Alonsoval együtt. Bizony. Mindegy. Még nincs ebben baleset, addig én elviselem, hát most ez... Yellow exit of six. Yeah, copy.
Az a majd Fetter előtt óriási forgalom van. Ne! Drop back a bit. Copy. How does it feel? It feels okay. Copy that. Ez nagyon nem volt jó kör. Copy. Hát volt így elkezdeni a kört. Ó, 37 percünk van. Alonso érkezik vissza a boxba. Állítunk okay, egyet az autón. Copy that. Fettelben megint meg kell durrantani egy karikát. Okosba. Gyerünk, Tata. És vagy? Jó van. Mi mindig a Red Bull mögött vagyunk? Ó, gyerekek. Meg kéne örülnöm, vagy mi? Be fog vetődni az a hülye Alfa Tauri. Jobb a ráfordító. A kijárat már egyből pirosban volt. Előző körben nem volt ilyen. Lila! Nem baj, ha sárgába van, belefér. Ami egyértelmű viszont, hogy ha egyenesben vagyunk, egyértelműen visszahűl az autó. Copy.
We have low batteries. Copy. Teljesen lenulláztuk magunkat most. Kör. Kilenc századdal jött jobb kört Vettel. Az első szektor... Hát ez mi volt? Baszki. Hát ez mi? Több mint 2/10 ott javított, utána meg... Azért már volt visszaesés. Ahogy? Várjátok, most azt fogjuk megfigyelni. Jó, 107-ig megy föl. Igazából nem jó az adat. Nem jó. Hogy jöjjön vissza. Arra vagyok kíváncsi, hogyha föl lekapcsolgatjuk az egyenesbe az autót, mi történik? A hosszabb egyenesekbe... Futunk egy olyan gyors kört, hogy csak az egyenesekbe megyünk, vagy hogy van? Igen, a hosszabb egyenesekben teljesen levesszük a tempózást majd. És mit tudom, ilyen balancedre visszavesszük körülbelül. Kanyarokra meg atak. Mert ott kell igazán a gumi, ott jön ki a gumi nagyon. Jó a logika? Ugye? Talán működni fog. Ja, Landi, mennyi apukám. Nincs idő. So we just need to push now. Copy. Back up. Baszki! Sárga zászló van. Hájsze. Jajajaj, nem a legjobbkor lesz. Na, ott van Alonso, az a baj. És nyugodtan gyerekek, nyugodtan. We good to push. Understood. Megint VSC-ba, vagy mi? Baszki! Na most van vége! De most ez... Azt hittem már rég véget ért. Kurva életben, várunk akkor még mindig. Az van vele hát. De nem jó a kigyorsítás, nem kapunk valósabb. VSC ending. Tehát nyilván körről-körre kopott a gumival teljesítjük ezt a tesztet, de... Úgy gondolom, hogy azért ilyen finom matekkal azért majd ezt lehet ellensúlyozni. Alonso meg menjen nyúljon el, amennyire csak lehet. Ez a kör meg legyen meg Vettellel. Jó, erre is tele van. Tön ügyes vagy.
akkor így. Ez. You can use energy. Copy. So we're happy to let these tires cool a bit. Okay. Hát ha. Igazából ez az egyenes meg olyan hosszú, hogy simán visszaesik a hőfok. A fölösleges itt pár belenyúlni. Mid lane. Ez most komoly baszki. Copy. So Spassy, make sure you get your pit limiter as you come in the pit lane. Bassza meg! Nem hiszem el! Nem hiszem el! Ez elképesztő. Olyan mondom. Mi folyik már itt? De nem jön ki a lépés. Na, legalább a beállítás alakul. Hihetetlen. Gyerekek. Lila volt pedig a szektor, az első szektor. Á, erre is nem jó, így nem kezdünk kört. Esértem amúgy, hogy egy kör alatt mi a szar ér, nem lehet ezt föltölteni normálisan. Ha automatikusan van egyébként időmérőn, akkor meg ha úgy van hagyva, nagyon hamar föltölti. Hát majd meg tudod rosszul érő, hagyjuk neki. Vagy hát nem is tudom, mit mondjak erre. Hát így alakult. Tesztelünk most nagyon aztán. Alpin! Nem kéne elengedni, de... A következő körre meg utolérjük. Minden is ellenünk van, hogy információkkal gazdagodjunk. Minden. Mi ez az RS már megint, hellóka? 74%? Menjünk még egy kört. De most már meg kell rendelni csatázunk. Okay. What's your thoughts, Sebastian, on coming in or doing any more? Car was amazing. Copy that. Nem lehet gyors kört futni. Erre vissza, öcsém.
És itt várunk akkor. Pit lane. Meg legalább ellenőrizzük a beállítást. So use pit limiter. Nagyon jó lett ez a beállítás. Ugye nagyon ritkán mond az autóról. Amazing! Jó ég! Ugye talán eddig egyszer hallottam tőle. Uff. 99 lett a beállítás! Úristen! Anyám! Hát ok. Kicsit várunk. Mehetsz. És gyerünk. Drop back a bit. Copy that. Nem kell fogni fel. Lila, lila, lila. Ez az. Na, oké. Középső szektor sárga. Van 2670 volt a legjobb. 6-7. A legjobb. Hát egyáltalán nem lett lassabb szerintem. Jó, mondjuk a beállítás is változott azóta, nem? Meg igazából minden is gyorsult. Ha ez a kör például most... Ja, azért kell neki, tehát egy-két másodperces csúszás van. Hát míg reagál a pilóta arra, amit kérünk tőle. Egy-két másodperc. 23 hetet jöttünk. Ez 2-10, hát másfél tizeddel jobb, mint ami volt az eddigi leggyorsabb körünk. 6-15, 28-9-59. 28-9-59. Hát jó, kopott azért elég sokat a gumi azóta. Próbálkoztunk, de semmi extra. Ez álló motor, erőforrás. Nem tudom. Kell még egy kör szerintem. De igazából vissza is hívhatnánk most már őt. Igazából így van. Hívjuk vissza. Picikét meg kell tankolni. Miért nem jött be, bazd meg? Hát időben nyomtam. Érdekes. Szerintem időben nyomtam, nem? Na mindegy. Jó, megtankoljuk egy 12 percük van. Mindegy, egy 10 kör. Fenne se tudja, mennyit tudunk taktikázni. Illetve 8 elég bőven. Jó, ehhez is kifele apukám. Így. És valahogy két kört kéne összehasonlítani. Hogyan áll az autó? Ha tele vagyunk. Össze kellene hasonlítanunk sokkal jobban kettő kört.
hogyan lehetne összehasonlítani jobban kettő kört? A motor is egyébként olykor túlmelegedett. Ja, meg a pálya állapota is egyébként javult, azt hozzá kell tenni. Hát igen, proxy. Így van. Gondolkodom. Úgy kéne futni most egy gyors kört, hogy... Fölrakunk mindent. Így. Akkor tolja neki. Végig, bele se szólunk. Figyelni kell a hőfokot. Happy to push. Yeah, copy. Nem szólunk ebbe bele. Csak nyomja. Ezeket az értékeket majd föl kell írni. A legnagyobb értéket. 135. És 135 volt. Végig azt a kurva. 137, 138. Copy. Pit entry. Copy that. Alándi, beállítás. Azt a kurva, hát én nagyon rosszul állítottam be, Helóka. Mamma mia. Ja Istenem. Traction-t azt meg se tudtuk. Ó, hát az király. Várjál csak. Menjen még egy kört. Menjen még egy kört a Randy. Mi a problémád egyébként? Mi? Igen? Jó. Konfiguráljátok. Vette, ne közben jött egy... 13.826-ot. Jó, vissza kell venni a teljesítményet sürgősen. Backup. Copy. Ha feltölti az RS-t, akkor futunk még egy kört, egy picit máshogy. Teljesen rossz irányba indultunk el Alonso-nál, baszki a beállításnál. Jó, egy kört jön, visszahívjuk, vagy itt amennyi kell neki, nem tudom mennyi kör kell. Vettem még nem tudta föltölteni az RS-t, úgyhogy megy még egy töltőkör. Jó, elég? Nem elég? Mennyi még egy kört akkor, öregem? Hihetetlen, ennyi kör kell. Te Nándival meg? Ja, másik beállításon megyünk most már? Úristen! Nem kellett volna.
Na mindegy. Mindegy, amennyit meg tudunk belőle, annyit meg tudunk, aztán... Aztán ennyi. We just need to push now. Yeah. So we're happy to let these tyres cool a bit. Copy. Szerintetek megéri kapcsolgatni? Szerintem nem. 30. körbe 13-8-at jöttünk. Tehát mentünk három könnyed kört, már lehet, hogy kopott annyit a gumi ez idő alatt, hogy... Hát 5%-ot kopott. Elég macerás. Nagyon minimális egyébként. Ó, ez a beállítás Alonsonál nagyon nem jó, szerintem. Aszki! Tehát ez nagyon nem a te hétvégéd, apukám. Húha. A pálya... gumizottsági szintje visszaesett. Basz meg. Szerintem ezzel nem fogunk itt majd nézni. Nem? Maximum egyszer-kétszer beletesztelünk majd, hogy milyen... ilyen lehet időmérőn, de... Ennyi. Lehet, hogy amúgy mind a két autónál ugyanúgy kéne belőni az adatokat? Lehetséges egyébként. Mit szóltok hozzá? Kis tördöm. Vette vissza és jön. Hát jó van. Áfér. Nyúztuk most itt rengeteget. Invalid configuration. Mert mi van? Lehetséges, hogy ezeket le kell fotózni, aztán majd átrakjuk a másikra. Alonsóra. Na majd megnézzük ezeket. Mert ugyanaz az autó? Teljesen ugyanaz. Ja, teljesen, ugye? Teljesen. Ez is furcsa. Yep,
Yeah, take it easy. De nem volt benne elég üzemanyag, ja. Na jó van. Okay, energy's good. Copy. We got loads of energy. Éppen itt. Copy. Elszüttyögünk. The checkered flag is now out. Ennyi. Hát összehasonlítjuk majd a két beállítást. Oké. Okay. Heavy Rain a versenyre. Na nézzük csak. Körülbelül... Ezt lefotózom, az kész. Ó, hogy az idő. Aha. 3.0-val ez lenne. Az antirollbar, illetve a hátsó szárny az azonos. Antiroll 3.7. Így lenne azonos. Ja, így. Így lenne azonos. Elképzelhető, hogy ez így jó lenne. Nem lepődnék meg. Esetleg az első szárnyon kellene módosítani valamit. Esetleg, de visszarakjuk az ezelőttit. Az egy jó kiindulási pont lesz majd nekünk. Van még egy olyan ötletem, hogy... Így jó, oké. Okay. Azt fogjuk csinálni, hogy megtankoljuk a Verdát Alonsoval, mit tudom én mennyire. 5 kör, teszünk hozzá még jó néhány karikát. Kész! És körözni fogunk. A Q1-et arra áldozzuk be, hogy körözünk. Ennyi. Mert én úgy emlékszem, hogy időmérő edzés alatt is lehet. Ja, de nem jó, bazd meg. Mert park fairway lesz, nem jó, hülyeség ez. Park fairway miatt lezárják az autót, csak az első szárnyat lehet módosítani. Viszont, hogyha az első szárnyat lehet módosítani, akkor... hogy is van ez elvileg? Tehát Vettel autója csak és kizárólag hátsó szárnyban tér el, meg ugye az első. De meg van itt egy gumi, ilyen apró módosítás. Ezt húzzuk be most, és bemegyünk vakon. Viszont a teljesítmény bónuszok így lehet, hogy ugranak majd Alonsoról. Arra a téletben. Jajjajjajjajj. Hát ez nagyon nem Alonso hétvégéje. Próbáljuk menteni a menthetőt, de... És akkor az első szárnyat meg majd le tudjuk venni, hogyha ha kell, mert azt lehet pár fermi alatt is módosítani. Jó.
halad így minden. Akker, autóalkatészeket majdnem nem cseréltem vissza. Nekek majdnem baj lett. Atya úristen, ezekhez hozzá kell szokni, hogy mindig cserélgetjük az alkatrészeket, mert a legórulósabb talán. Átó az meg jó. Oké, okay. Na, időmérő, hát lassan kezdődik a belga időmérő is. Nem baj, elkezdjük most itt a Q1-et. Andival tesztelünk egyet. Gyerünk. Paci fántos, de működünk. Radio check, radio check. Minden jó van beállítva. De amúgy várják, közepesre tesztelünk inkább, mint hogy most itt lágyjal leszetlenkedjünk. Ja, így van, közepes. Közepes is, akkor megyünk. És elvileg Nandi meg fogja tanulni, meg fogja szokni ezzel az autót. Ezzel a beállítással. Bár kelleni fog azért jó pár perc, mert a szabad edzés egy 15-20 perc kelleni szokott neki. És csak és kizárólag spórolós üzemmódban megyünk majd Alonsoval. Fette meg ráér. Anno tempó sok, nagyon nagy. Tudni is lehet, hogy öregen Paul Borajtól. Elbeviszem. Idén már nyertünk szabad edzést, az, vagy csak majdnem? Nem is tudom. Igazából Fettellel is meg lehet járatni azt a közepest. Ők kezeljük. Mit a profik? Ők kezelés indul. Hajrá! És öregem, figyeld meg, el fogják tartani, bakker. Úgy tartta csak okosan. Na! Ami a csövön kifér. Gyerünk! Happy to push. Yeah. Ezt most így lepörgetjük. Legalább a Q1-jel végezzünk fixen. Mi? Azt a! Közepessel Fettel! Then. We just need to charge up. Copy. Lehet, hogy ez mégis a mi pályánk? Pit lane. Hát én megőrülök, bakker! Mocskosul gyors! Mocskosul! Mi lenne akkor, hogy Alonsónak sikerült volna összerakni a szabad edzését, te jó ég! Hát ha ezt fogom megállás nélkül hallgatni ezen a nagydíjon, hogy Jaj, hát, Fettel, hát, ho-ho-ho-ho! Hát, mert az mindig is ekkora császár volt, csak nem hagytam. Ho-ho! Ki se jövök konkrétan, ott tartok. Mármint, hogy Fettellel. Mi a szarnak? Bőven továbbjutó, közepes gumival! De jó Isten!
Ja, értem, beszéltél mindenkivel? Bárki, ez nem tudtam, oké, okay, köszi. Nem tudtam ezt eddig. Baszki! Nagyon gyorsak vagyunk, te jó ég! Beállítás 89! Leerről pofáztam! Működik! És működik, és... működik! És akkor Vettel beállítása pedig úgy néz ki, hogy 3.0. Ezt megnézzük. Működnie kell. Működnie kell. Így gyorsan még kiküldjük Randit. Pörgesd föl magad, az bármi van. Kész. Basz föl egy napszemüveget, rúg ki a gázt, pajzol. És kész. Rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Sziasztok. Márgi, már csak egy hónap és egy év. Köszönöm szépen, Dungó. Majdnem egy évet. Servus, állás köszönetem. Basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Üdv mindenkinek! Márgi már el is érkezett a 36. hónap Missiktapsz tegnap telepítettem én is az F1 Manager 22-öt, bár játszani még nem volt időm, de majd bepótolom. Köszönöm szépen, Mr. Tóth, a 3 évet! Óriási taps! Köszönöm szépen neked ezt a megborítós menetelést. Köszi szépen. Hogy tetszik neked? Eddig hogy tetszik neked a játék? Már ha láttál belőle bármit is eddig. Biztos, hogy nem vagy róla rossz véleménye, hogyha már. Yeah, take it easy. Okay, copy. Hogyha beszerezted. Időmérő kezdése csúszik 10-15 percet. Na, az király! Oké, okay, hogyhogy. Akkor csúszik az F1 kibeszélő is 10 percet valószínű. És gyerekek, működik. Működik az, hogy Vettel beállítását áthozom. Működik. Bár, azt hozzá kell tenni, hogy némi eltérés van. Hoppá! Hoppá! Tatával egy óriásit kell robbantanunk. Ez az! Vettel lesz szerintetek kijöjjünk még azért biztonság kedvéért? Norris ideje nagyon gyanús. Bár ez egy nagyon rövid pálya, lehet, hogy McLaren kompatibilis. Okon nagyon gyatra volt. Ki az, aki fixen kiesik? Akik konstans lassak, Williams, oké. A házok. Ki az a plusz egy, aki még kieshet? Nem megyünk ki Vettellel, ez fix, hogy tovább jutó. Szerintem tovább jut. No saving required. Okay, copy.
we think we can lean on the tyres more. Okay. Gyerünk, Tata! Gyerünk! Szúrd! Szúrd! Most nagyon izgulok. Remélem jó lesz. Okay, and all the way to zero. All the way to zero. Car off. Bazd meg, szektor 1. Idióták. Nyomjad. Ott nem valami gyors szerintem. 21-9, nem egy jó első szektor. Még fettelni jobb. Akkor jó. Nem az igazi a Nandi. Gyerünk, nyomd az RS-t. Profi, ez az, ez megvan, sima továbbjutó. 10. helyen köbbe. 10! Ez az! Ott van a szokásos 2-10! Rossz szabad edzések ide vagy... Ja de... Fettel közepesen futott a szökör. Francba! A teljesítménybónuszok nagyon hiányoznak Nanditól. Rohadt életbe! Hát mennyire gyorsak vagyunk ezen a hétvégén pedig most. Úramatyám! Gyerekek! Mindjárt sírok egyet. Gyere a Q2! Ha valaki nem tudná, azért nem kezdődik még az F1 kibeszélő, mert halasztják 10-15 percet az időmérő edzést. Igazából röviden, tömören ennyi. Tavasz. Jó van, Komi. Köszönjük szépen. Ezt szemét ad volna, ne hülye haltunk volna meg, az biztos. Köszi. Tényleg mennyire igaz a mondás? Ha egy elfogult fette szurkolót ismersz, ismerd az összeset. Mamma mia. Nem? Nem így van? Várjál már! Várjál! Nem! Jaj, nem! Baszki, rossz emberné vagyok. Ó, mondom! Istenem! Ez nem az én napom! Azt hittem, hogy Alonzónál vagyunk. És mondom, friss! Három friss gumia van! Már kezdtem abban reménykedni, hogy van bármi esélye Q3-ba jutásak, de... Nincs. Hát 11... 11. helyre szerintem van esélye Landinak. Fettet kiküldjük. Oké, mehetsz. Alonso pedig most lágyon. Gyerünk. Hú, basszus. Izgatott vagyok.
Remélhetőleg jó lesz a pálya, elvileg... Jaj, mondjuk Andy előtt nem biztos, hogy... Hú, baszki. Még attól függ, hogy ők nagyon lassúk lesznek, akkor végülis van esély. Hát te mit csinálsz? De nincsen egy gyors körő, hello! Ja, de a McLaren. Bocsi! Ó, Nandi. Ezt vissza fogjuk kapni, az a baj. De komolyan. Az a baj, hogy... Ohaj. De ezt a McLaren-t miért nem hívják vissza ilyenkor? Igazából... Nandit vissza is lehet hívni. Viccen kívül mondom. Vissza is hívjuk. X-ő föltartja meg hárra. És ide tökéletes kör kell. És megy tovább. Jó. Akkor jogos a visszahívás. Picikét várhatunk egész nyugodtan, mármint hogy Alonsoval. Gumi marad, be van az. Ettel, Fila első szek, nem. Hú, szép lett volna. Lehet, hogy a közepes gumik hatékonyabban működnek feltelen, mint a lágy. Az lehetetlen. Az lehetetlen. Csak nyugodtan. Csak nyugodtan persze. Csak tessék. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Mintha profi csinálta volna. Ajjaj. Ebből lehet, hogy most baj lesz. De ketten egyszer ugyanott. Jajjajjajj. Ne. Istenem. Igen, azért nem. Jaj, veszékelek, mert már volt ilyen példa, sajnos. Ja. Q2. Azért ez nem szabad egyszerre küldeni őket, hibáztam ebből. Legyél csak. Na tehát akkor. Várunk. Green light. Ágy. Várunk ilyen 8 percig körülbelül. Ugyanez volt egyébként Bakuba. Teljesen ugyanez. Első kiküldésén lehet erről szól egyébként. Első kiküldésén is gáz. Rutinosak vagyunk már ebben.
Ebbe is. Sajnos. Ugye hát. Bágvadász létemre. Jaj. Elég furcsa mozgása volt ott a járműnek. Azt lehet tudni, mikor kezdődik az időmérő? Egyébként, hogy közben könnyében megkérdezném. Vagy még nincs info? Nem lehet tudni? Az szép. Na, hát lassan kezdődnek a gyors körök. Q1-ben milyen kört jöttünk? Mi volt a legjobb körünk? Lehet tudni? Jön az a Ferrari. Ajaj. Az Alfa Romeo nekem nem szimpatikus. Remélem, hogy nincs gyors körön. Ki ne találja nekem? We just need to push now. Okay, copy. Pick up the pace a bit. Hát ez a Ferrari nagyon ráfázott, az a helyzet. Mi meg itt vagyunk az Alfa mögött. De hát ő gyors körön van, nem? Ó, Istenem. Ja, Ferrari volt gyors körön. Uha, azt akkor szépen föltartottuk. Jó van, Andy, szép volt. Profi munka. So happy to let these tires cool a bit. Ah, hülye McLaren! Hülye McLaren! Red Bull. Red Bull volt az. Red Bull. Istenem! Ezt meg kell fejezni, ezt a kört. Muszáj. Miért körnek lennie kell most már? Ja, várjál! Alonso szárnyát. Ja, mert a Q2-re állítottuk be az ő szárnyát. Jó, hogy mondod, Orincs. Megnézzük. Alonso szerintem gyorsabb lesz. Nem tartották föl, vagy igen? Azta! Az öreg szárnyal! Drop back a bit. Copy. Yeah, take it easy. Copy. Copy! Okay. Nyugi, Randy. Azta! Jó, hát... De egyébként nyilvánvaló, tehát... Fettet föltartották, az biztos. Alonso autóját megnézzük pedig. Itt fölrakunk egy... Hát... Kell az a friss láj, szerintem. Én ezt még valahogy mindig nem akarom elhinni, hogy Fettel ilyen gyors. Aha! Megjegyezte egyébként. De köszi, hogy szóltál, tényleg, mert ez... Nagyon fontos dolog, tényleg. Alonsoval szerintem pedig itt kelleni fog. Kelleni fog az a friss lágy sajra. De majd kapunk a Q3-ra. Friss lágyat szerintem, hogyha tovább jutunk. Most pedig várakozunk. Nem bágolt be Fettel. Alonso? Ő már igen. Valahogy ezzel időt is bukik. Igazából akkor van ezzel
probléma, hogyha nagyon közel vannak egymáshoz, hogy ő ilyenkor megáll. Ott megáll egy pillanatra, és akkor valahogy visszateleportál a pályára. Ennyi, tehát ilyenkor is baj, sosincs, csak hogyha nagyon közel vannak egymáshoz. Yellow flag. Copy. Azért is Fettet küldtem előre, mert neki nagyobb szüksége van most a gyors körre, mint Alonso-nak. Alonso lehet, hogy tovább jut ezzel a körrel is, bár Norris tuti a vét, Gasly szerintem szintúgy. És szerintem Fettel is most ki fogja ütni Alonso-t, amire még egyszer sem volt példa. Idén. Azért is durva ez. 16 óra 25-kor indul. Oké, köszönöm az infót. Akkor legalább kényelmesen ledurrantjuk addig a időmérő edzésünket. Kanadában. Tudom, egy ilyen fél perc, de van szükség az egyenesre. Oké, okay, copy. Andi, mi a szar csinál, hello? Hova megy ez a hülye? Mi ez? Ez mi? Meghűlt szerintem az, hogy ez a tiszta pályán való vezetés, ez megbolondult. Öregem most, hogyha emiatt esik ki Fettel, mérges eszek. Push more. Gyerekek! De már mikor indult Alonso? Hát óriási hátrányban volt. Okay, and all the way to zero, all the way to zero. Zöldüljön, gyerekek, zöldüljön! Van 2-0. Hát ez nem túl jó első szektor. Vettel-től. Alonso-tól meg pláne. Öregem! Meghűlt a rendszer. Tsunoda, eszében. Schumacher nem javít. Vagy az Magnussen volt? De mindegy. Fette zöldül, Landi nem nagyon. Fette még lopja is a szélárnyékot. A lószart, hülye vagyok, hogy Fette van előrébb. Alonso lophatta. Épp a ráfordító egyébként mindkét pilótától. Na? És Fettel nem javított. Mi a fene? Hogy? Hát a gyerekek U1-be közepesen itt ment. Tizenhárom-egyet ment közepesen. És a Q2-ben lágyal nem ment neki. Hát javított, igen, csak én már nem a Q2-es időre gondoltam Q1-eshez. Na ez most minek köszönhető vajon? Alonso is javított volna, öregem, bár ott meg lehet a szélárnyék visszahúzta. A első szektor az nagyon lassú volt. Indulás előtti csörte. Ezt a való életben is utálom, mikor egy pilóta, teljesen mindegy kiről van szó, melyik csapat, amikor egy pilótát befolyásolnak olyan dolgok, amiről nem tehet. És most itt ez volt. Mert legyen egy pilóta rossz, legyen egy autó rossz, legyen egy csapat rossz,
ami, amiért legyen rossz, amiről ők maguk tehetnek, amit maguknak köszönhetnek, de ez a viszvajor, hát ez rossz. Hát itt most szerintem, hát figyeltek, papíron, ha nézzük a közepes gumit, hát Alonso, mert mindjárt megpróbálom a közepest, hát a végén az gyorsabb. Persze, hogy zöld volt Vettel. Azért volt zöld, mert nem volt semmiféle köre. Akkor mindig zöld. Egyből kijövünk kemény gumival. Kopott. Ez a 90%-os. Nem baj. Hát én kíváncsi vagyok erre, hogy mit jön. Mi volt a leggyorsabb? Abban mindjárt visszanézzük azt majd. 12.8. Ez volt a leggyorsabb körünk. Elképesztő öregem, hogy ilyenek vannak. Ready to check? Ez kifele. I think it's okay. Okay, should be green now. A két felvezető körnek nincs semmi értelme. Ez már le van tesztelve. €50 összecsapták a játékot? Hát akkor játssz az F1-22-ben. Na, az össze van csapva. És az még több mint €60 volt. Nem azt mondom, hát vannak itt is hibák, vannak bugok ebbe a játékba. De igazából várjuk meg az első patch-eket. Hogy az hogy fog sikerülni? Mit raknak te az asztalra? Mert ha jók a patch-ek, javítják a hibákat, akkor ami potenciált jelenleg érzünk a játékba, azzal kapcsolatban bizakodók lehetünk. Early access, ez a játék? Mióta? Nem tudok ilyenről. Van ilyen, tényleg? Ja, őrli, ja... Ja, úgy, ja, értem. 3 nap a hivatalos megjelenésig. Hát... Tehát... naív gondolat egyébként. Meggondoljátok azt, hogy itt bármi változni fog. Akkor, hogyha majd megjelenik a játék teljesen. Ha nagyon szerencsések leszünk, első nap kapunk egy patchet. De... ennyi. Nem azért ilyen a játék, mert 5 nap hamarabb hozzá lehet férni, hanem azért, mert ez így sikerült. És ez van, hát... ki tudja, mikor lesz patch. F1-22-ben is, vagy 2 hét telt el, mire jött egy patch. Olyan bugok voltak, hogy... meg vannak is, azóta csak rosszabb minden. Én úgy gondolom, hogy ez a fejlesztő csapat tiszta lappal indul. Mindenkinél tiszta lappal kell, hogy induljon. Ez az első játékuk. Forma 1-es. Ennyi. Bizonyítsanak. Itt a remek alkalom. Vannak hibák. Csináltak egy tök jó játékot. Nézzük, hogy a hibákkal mit kezdenek, meg hogy milyen fejlesztések érkeznek a játékba. Ha lesz valami. Úgyhogy ennyi, én ezt gondolom erről. Nem mondanád, hogy rosszabb a F1-22 most, mint induláskor? Ez elképesztő.
Ez a közepes nagyon jó. Hát öregem, ugyanolyan körtyövünk közepesen, mint lágyjal. De mi a franc? Lehet azért, mert túlmelegszik a lágy? Így viszont akkor fettenél, úgymond nem kár. Nem kell fájni a szívünknek, így a helyes. Én nem ezt érzem egyébként, Adams, amit írtál. Nem ezt érzem, nem ezt tapasztalom. Nagyon nem. Copy. Pit entry. Copy. Mi a fanatik? Ez egy tanulságos gyors kör volt, úgy gondolom. Nagyon tanulságos volt. És maradt természetesen egy friss lágyunk, hát ezt még eldurrantjuk. Bizony, hogy el. Bizony. Egy pillanat türelmet kéne, gyorsan elszaladok, dobok egy fantát. És perceken belül következik az F1 kibeszélő, a belga nagydi F1 kibeszélője, ahol a belga időmérőt fogjuk majd együtt végig kislatni, nézni. Szaladok, sietek! Köszönöm a türelmet. Ezt a gyorskört még letoljuk Randival. Ajajajajajaj. Ajjaj. Yellow ahead. Okay. Én magam szabályozom azt, hogy hogyan versenyezzel a versenyző időmérőn is. De miért nem gondoltad, fanatik?
hogy ilyen lesz a játék. Hát köszi rosszul én, hogy ezt mondod. Most ilyeneket nem itt kellene megbeszélni, hogy hol lehet nézni Forma 1-et, meg kijátszani a linket. Tehát bad kaphatok. We can push more. Nincs moderálva egyrészt, másrészt meg, na hát, ez nem ide való. Milyen illegális oldalakon, mert most ki tudja, hogy ez mennyire legális, illegális. De nagyon kíváncsi ezt, hogy Alonso mit megy így friss lágyakon. Szkeptikus voltál? Szerintem azért lehetél szkeptikus, lehet benne trafálok. Mert a Codemasters és Forma 1 jött, ugye? Én mondtam egyébként, tegnap, hogy picit mintha jobb lenne, hogy amiatt. Elhiszem, de nem jogos egyébként. Nem jó, belegondolsz, te is azt fogod mondani, hogy nem jogos. De semmi közük nincs ahhoz az F1-hez. Semmi. És hát látszódik. Látszódik. Semmi. Sárga középső. Döbbenet. A kommunikációjuk minden jó. Minden teljesen. Nem sekem szimpatikusabb. Most az ízlések is pofonok igazából. Köszönöm szépen Máté a feliratkozásod. Állás köszönetem. Hát Andy ráfordult a célegyenesek közben. Nézzük a végeredményt. És megelőzi Gaslyt még. Jó! 9. hely. Egy ilyen pályán, egy olyan pályán, amivel kapcsolatban az volt a véleményünk a nagydíj előtt, hogy hát, nem az igazi. Nagyon jó. Szerintem ez abszolút jó. Ready for race day. Aston Martin were on target for qualifying. Now hát így van, fanatik, így van. Így van, hát ez nem egy kamu hivatalos, tehát ez a játék jogosan írja ki, hogy hivatalos Forma 1. Teljesen jogosan. És ez azért is jó, mert ezzel lehet villogni, hogy gyerekek, itt a bizonyíték, itt a kézzel fogható bizonyíték, mely mindenkinek, mindenki számára elérhető, hogy ők mit tudnak letenni egy teljesen új játékkal? Egy nulláról megért játékkal, körülbelül. Ugye? Hát... ők miért engedhették meg maguknak? Van nagyon sok elgondolkodtató dologban itt. Valamit akartam itt közben vadászni, de... na mindegy, kaszok, innen folytatjuk. Nézzük meg a belga nagydíjnak az időmérő edzését, ahogy arról szó volt korábban.